ez a fórum, a közgyűlés, amely nekiáll jogszabályokat citálni oda-vissza, ám tudok egy indítványt tenni azon képviselő társaimnak, akik szeretnék ilyen irányú tájékozottságukat bővíteni. Rendelkezésre áll Páva polgármester úrnak a fideszes urak panaszára elrendelt beszámoló kérése, melyre érkezett egy jelentés, beszámoló a beszerzési bizottságnak, közbeszerzési bizottságnak a tagjaként működő jogtanácsos asszony részéről. Ez természetesen semmiféle összeférhetetlenségben nem áll azzal, hogy ő maga ellenőrizte jogi oldalról a tevékenységet, hiszen polgármester úrnak joga van a aggályok felmerülése esetén arra, hogy beszámoltassa egy bizonyos munkában, illetve egy bizonyos tevékenységben, folyamatban végzett munkájáról, és véleményeztesse vele jogi oldalról azt. Ez megtörtént, és én már is kérem a levezető elnök asszonyt, hogy ezt a dokumentumot, ami itt rendelkezésünkre áll, a kellő számban a képviselők között szíveskedjenek kiosztani. Ezzel a szóbeli vitától megkíméletjük magunkat, és jogszabályok állnak szemben jogszabályi hivatkozásokkal. Stauberne képviselő úrnak pedig a feltett kérdéseire úgy gondolom, hogy felesleges felolvasnunk a mindannyiunk előtt itt lévő kiosztásos, a Gazdasági Bizottság jegyzőkönyvét tartalmazó írományt, hiszen bár Ernő szellemesen elolvasta a kérdéseket, csak mint egy várva egy másik szereplőt az ugyanabban a Gazdasági Bizottsági jegyzőkönyvben folytatólag meglévő válaszokat nem olvasta föl. Most ahelyett, hogy ezeket most feleletként felolvastam, arra kérek mindenkit, hogy pár percre mélyedjen bele az anyagba, és akkor Stauberne is, és mindannyian választ kapunk rá, hogy miért. Végül pedig szeretném megjegyezni, visszaidézve azt a boldog bizonyára a korábbi időszakot, majdnem azt mondtam, hogy a Fidesznek bizonyára boldog korszakot, amikor több közös alapítású önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságunk, akár az ellenérdekeltnek a pereskedései, ellenvéleményei, akadályai, akár pedig objektív akadályok miatt is az átfutási idők hosszadalmas volta miatt, hosszú időn keresztül komoly üzleti tevékenységet folytatva, 100 milliós döntéseket hozva, cégbejegyzés alatt állva voltak kénytelenek ezt végezni. Tehát nem olyan különleges eset ez, mint ahogy itt reflektorfénybe állítva úgy tüntette fel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én nagyon bízom abban, hogy valamennyi képviselőtársam elolvasta a GAVÁB jelentést, és emiatt nem kell, vagy GAVÁB jegyzőkönyvet, és emiatt nem kell szünetet elrendelni, hogy olvassák el. Viszont kérem akkor a, nem tudom ki az illetékes, melyik irodánál fordul elő az az irat, amelyet Molnár Tamás kért, akkor kérem, hogy a képviselők rendelkezésére bocsássák, tehát másolják le és osszák ki a képviselők számára. Kékes Ferenc képviselőről szó. Szóval én látom, hogy mindenki fáradt, vágyott és kimerült, ezért igyekszem nagyon rövid lenni, és köszönöm a türelmet, a lehetőséget, hogy szót kaptam. Hosszas jogi okfejtést elkerülve, Körömi Attila okfejtését elkerülve, szeretnék annyit a jegyzőkönyvben mondani, és a képviselőtársaim tudomására hozni, hogy közben, miközben Körömi Attila olvasgatta a jogszabályhelyeket, én is lapozgattam. Az a határozott meggyőződésem, hogy az 1995 évi 60. törvény, mely a közbeszerzésekről szól, ezeknek a 31.2, 33.1, 24.2, 34, 52, 53 és 57. paragrafusait az eljáró bizottságok nem sértették meg. Körömi Attilának az okfejtése egy rendkívül sajátos, különleges okfejtésen és jogszabályt látó módon alapul. Nekem ez a véleményem, de valójában mélységesen egyetértek Molnár Tamással abban, hogy egy politikai testület nem alkalmas arra, hogy a jogkérdésekben döntsön. Ennek megvan a maga módja. Ha ilyen észrevételei voltak valamelyik társaságnak, én is örülök, hogy megtette. Dönt majd erről a közbeszerzési tanács, döntőbizottsága. Ha és amennyiben elmarasztal bennünket, akkor nekünk ennek a konzekvenciáit le kell vonnunk természetesen. Nekem az az álláspontom, hogy nem történt jogszabálysértés, miként a jegyzőiroda, illetve az eljáró jogtanácsos asszony szakvéleménye alapján is ez állapítható meg. Ennek összefüggésében azért én meglehetősen furcsálom és csodálkozom azon,
hogy Körömi Attila, az eljáró jogtanácsos asszony, köztisztviselő szakmai véleményét figyelembe sem méltatja, és azzal sem tiszteli meg hosszas előadását végighallgató képviselőtársai, hogy a szakember kollégának a véleményéről legalábbis rezüméket adjon. Ezt én elfogadhatatlannak és megalázónak tartom az adott helyzetben. Semmi akadályát nem láttam egyébként annak, ami Körömi Attila érvelésében egy markáns ér volt, hogy a brókerként eljáró társaság bejegyzése a cégbíróságon folyamatban volt és nem történt meg. Erre a gondolatkörre is utalt Molnár Tamás, van rá önkormányzati példa is bőven elég. Semmi akadálya nincs annak, hogyha ez a tény így igaz, akkor egy bejegyzés alatt álló céggel kössünk ezt az égvilágon. Semmi nem tiltja meg, hogyha ez éppenséggel így lett volna. És az sem probléma, hogy egy bejegyzés alatt álló cégnél a bejegyzés folyamatában módosításokat hajtanak végre. Hát valóban van néhány kisebb-nagyobb társaságunk, aki eléggé hosszasan átélte a bejegyzés nélküliség állapotát. Nem akarom ezt a továbbiakban részletezni. A képviselőtársak részéről elhangzott kétszer is olyan kijelentés, amely felüli természetesen a valóságot, hogy ők a szocialista párt politikai vezetését tájékoztatták erről az eseményről. Kérem szépen, a hír igaz. Valóban 1996. december 30-án meghívást kaptunk a Fidesztől, mint párttól, egy politikai konzultációra, amelyen részt vett Kunst Márta pártelnök, Só László a választmány elnöke, és jó magam, mint a frakció vezetője. A meghívás arról szólt, hogy hát tekintsük át közös ügyeinket, illetve az önkormányzat közös ügyeit, 97 legfontosabb feladatait. Meg is történt ez, különösen a szervezeti működési szabályzat módosításával, a hatékonyabb közgyűlési munka előmozdításával kapcsolatos tárgyköröket vitattuk végig. Nagy megdöbbenésemre és nagy megelégedésemre igen nagy százalékban hasonló elképzeléseket tartalmazva. Nos, ezen a konzultáción valóban záróaktusként jelezte a Fidesz számunkra, hogy nem ért egyet ezzel a döntéssel, és lépéseket fog tenni, a polgármester úrhoz fog fordulni. Ez teljesen egy normális dolog, nem hiszem, hogy bármelyikünk számára ez ér, vagy ellenér, vagy menekülési lehetőség lett volna, hogy de ők az egyik, úgymond a közgyűlésben legnagyobb létszámú politikai pártot erről tájékoztatták, és akkor minden rendben van. Mindezek következtében az a határozott meglátásunk, hogy semmi baj ezzel a vitával, semmi baj ezekkel az érvekkel, hogyha ezek az érvek itt a közgyűlésen hangzanak el először, és nem úgy kezdődnek, hogy fél, háromnegyed információk alapján a város, hangsúlyozom, a város presztízsét, a polgármester presztízsét, a bizottságok presztízsét lejárató sajtó kampánya vagy sajtóbotránya indul. Ez véleményem szerint nagyon-nagyon komoly kérdőjeleket építhet mindannyiunkban, hogy vajon miről szól itt a történet. De kicsit kesergő hangú, bár határozott hozzászólásomat hadd zárjam egy parány színessel, hogy oldjam a hangulatot. Ugye bizonyára ismerik önök azt, hogy hát hogyan lehet eredményesen és jól elefántokat tenyészteni. Ha nem, akkor elmondom, hogy vegyenek három bolhát, azt etessék, tartsák jó szóval és nevettessék őket, mert hamarosan három gömbölyed elefánt kerekedik belőlük. Körömi Attila és Nagy Csaba képviselőtársam egy új módszert talált ki és tett számomra kézzelfoghatóvá, hogy hát nagykövér elefántokat lehet akkor is tenyészteni és keletkeztetni, ha nincs bolhánk hozzá. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Baumgartner képviselő és utána Körömi. Szépen, amit mondok, illetve majd Nagy Csabától kérdezek, azt részben Molnár Tamás érintette. Számomra érthetetlen, hogyha a Fidesz egy folytában aggályoskodott szeptember 12 óta, akkor az hogy fordulhatott elő, hogy a Gazdasági Bizottság december 20-án megtartott ülésén Staubernek képviselőtársam már több idézetet hozott ebből az anyagból. Na szóval, itt az első, aki megszólalt, Nagy Csaba jegyzőkönyv tanúsága szerint, és mindössze annyi volt a kérése, hogy zárt ülést kért. Most ha megnézzük a jegyzőkönyvet, ugye ez 10 oldal, és megszámoltam, a résztvevők 87 alkalommal szóltak hozzá. Most ehhez képest, hogy Nagy Csabáig sajtótájékoztatót tartottak, de számomra azért furcsa, mert itt mindösszesen a jegyzőkönyv tanúsága szerint egy alkalommal szólalt meg. Hát az a kérdésem, hogy akkor
miért nem többször, és miért nem fejezte ki az aggályait ott? Köszönöm. Faragó képviselő következik. Köszönöm szépen, én nem leszek ilyen kimerítő és ilyen hosszan, nem fogom ecsetelni a tényeket, mint ahogy az előttem szólók tették, de azért a véleményemet hadd fejtsem ki.